Ismét sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai napon egy Boderus Ecomatic nevezetű csodakazánt fogunk nem szervizelni, igazából egy egyszerű karbantartást fogunk rajta csinálni. Első lépés, ezt a csatlakozót az esetleges meglepetések elkerülése véget kiszedjük. Ez a legfontosabb. Innentől kezdve nincsen áram magába az égőfejbe, meg a motorba, meg semmibe. Utána következő lépésként ezt a csavart fogjuk kinyitni. A csavarok eltávolítása után így be tudunk nézni magába a tűztérbe, és ilyenkor ide nézzetek, hogy milyen csodálatos kis szennyeződések vannak itt benne, így az olajkazán véget. Hát ez abszolút csodálatos, bent itt az igazi tűztérhez, és hát ezt így teljes egészében ki kell takarítani. Vannak ilyen terelő vasak, ezeket is el kell távolítani, mind a kettőt. Úgy, de csodálatos. Istenem, de szépséges. Na, ezt eltávolítottuk. Jó, akkor ezután egy kefével fogjuk kitakarítani, majd porszívóval kell teljesen tisztára takarítani a belső részét a kazánnak. Így próbálok így, tehát látjátok, ez mennyire piszkos. Illetve ezzel a részen is elég sok szennyeződés van, ezt is teljesen tisztára kell majd takarítani, illetve utána, egy kicsivel később pedig bent az égőfejet is teljesen javítani kell. Tehát az előző állásához képest most már azért sokkal tisztább lett. Sajnos azért vannak olyan szennyeződések, amelyeket egy hosszas kefélés után sem lehet eltakarítani, viszont így ez így jól látszik, hogy minden járat szépen járható. És belül is ez már a tiszta kategória, bármennyire is hihetetlen. Illetve, amit látjátok itt az ajtónál is, ezt a szigetelést is teljesen letakarítottuk, és akkor a kazánnak a belső része tulajdonképpen kész is. Most fogunk neki kezdeni az égőfejnek. A tűztér visszazárása után, akkor most az égőfejet fogjuk kitakarítani. Van itt 4 darab csavar. 1, 2, 3. Meg itt a negyedik, és van egy ilyen szép nagy hosszú T-alakú imbusz kulcsunk, ezt ezzel kell kinyitni. El is érkeztünk a legszebb pontjához, amikor ezt a csodálatos égőfejet, így van itt egy kis sarok, amivel föl lehet takasztani. Itt van maga a ventilátor, amit így megpörgetéssel például látjuk, hogy jól pörög, tehát ezzel sok teendő nincs, bár majd porszívóval ezt is portlanítani kell. Ez pedig itt az égőfej, itt van a 2 elektróda hozzá, amit szerintem igencsak cserélni kell majd, megnézzük, hogy van ilyen az autóban. Ott van bent egy dűzének hívják a németek, egyébként ez egy fúvóka, aminek az a szerepe, hogy nagy nyomáson porlasztja az olajat a kazán testben. Aha, ez a tömítés, ez az ott még jó, azt nem kell bántani. Jó, hát tulajdonképpen sok dolgunk nem lesz. Első lépésnek egy imbusz kulcssal ezt a fejet kell majd leszedni innen, otthon az imbusz csavar felül. Tehát egy kisebb küzdelem után sikerült az égőfejnek a lángterelőjét kiszedni. Hát ez eléggé piszkos, ezt majd nagyon meg kell takarítani. Itt van ez a 2 szikráztató elektróda, ami a begyújtásért felelős, ez is csere, eléggé el van már égve. Illetve itt lesz ő a dűzni, amit szintén cserélni kell, ezt már egy 2 darab kulcs segítségével ezt már kioldottam, tehát csak ki kell tekerni. És akkor mindjárt meg is nézzük, hogy milyen kell hozzá, mert ebből is aztán van több százféle. Na, ezért kell alá mindig rongyot tenni, mert ezért innen előfordul, hogy csöpög az olaj. Tehát akkor nézzük ezt a dűznit. Jaj, de piszkos. Igen. Ez a kamerában sajnos nem fog látszani, de itt az anya részén vannak rajta számok. Na most ezeknek megfelelő dűznit kell majd keresni, ezért most ki is megyek az autóba, hogy ezt megtegyem. Megfejtettük a problémát, hogy milyen dűzni is kell bele, tehát ez az FI típus, 0,60 és 60 HFS. Ez a fajta dűzni kell bele, találtunk egy vadonatújat az autóban, ezt fogjuk nem sokára beletenni,
utána visszaszereljük a szikrántó elektródát, és lassan kezdődhet a próbaüzem is. Visszaszerelésre került az égőfej, ki van teljesen takarítva, új dűzni van benne, és akkor most jön a tesztüzem. Van nekünk egy ilyen kis kéményseprős kis titkos ajtó, amit át kell állítani a szerelőüzem módra, meg az automatikustól kézi vezérlésre, és most nem, még nem volt. Megkapcsoljuk! És már most lehet is hallani, hogy működik a gázégő. Ezt milyen zárt nem szedik, sajnos megmutatni nem tudom, de egy lehetett hallani, hogy a szikra begyújtotta magát az olajkeveréket, és aztán pedig így funkcionál szépen, úgy, ahogy kell. Na, a következő lépés az lesz, még ennél a munkánál, hogy üzem alatt meg kell nézni, hogy mennyi a szén-dioxid kibocsátása, ugyanis ez itt Németországban egy igazán fontos tényező a kazánok üzemeltetésénél. És akkor, mint ahogy mondtam, mérni kell a CO szintet. Ezzel a Testo 330-2L típusú mérőeszközzel. Ugye beállítjuk, hogy füstgázt mérünk, abgáz. Oké. Most be kell állítani, hogy milyen fűtés van, ez helyszínű, tehát tüzelőolaj. Jó. És akkor néhány másodperc bekontrollálja magát ez a csodamasina. Úgy, ez meg is történt, hőmérséklet itt a légtérben 19 foknak. Van ennek egy ilyen szondája, hasonló, mint amit a autóknál szoktak nézni. Illetve van egy ilyen luk mindesetben a füstcsőben. Ezt ide kell szépen beletenni, jó. Úgy meg is történt. És akkor elindítjuk a mérést. 10 másodperc, hogy még egyszer kalibrálja magát. Ugye a füstgáz az 115 fokos, 9,1% a CO, 116 fok, 10,5 fok. A lényeg az, hogy ennek ilyen 11-12% között kell lenni, ha egy picivel alatt, tehát a 10-12% a teljesen megfelelő. De úgy látom, hogy ennek a kazának ennek semmi problémá nincs, tehát egy optimális hőmérsékleten megy. Látjátok, 119 fok és 10,41 a CO tartalom. Ez szerintem megfelelő. A 0,13 millibár pedig a kéménynek a húzata. Ez egy ilyen okos gép, hogy ez aztán tényleg mindent megmér. Most én úgy érzem, hogy ezt nem is kell tovább firtatni. Jó. Akkor a mérés megtörtént. Ezt még gyorsan kinyomtatjuk, és tulajdonképpen a kazánnak az éves karbantartása ezzel be is fejeződött.